csináljátok és jól csináljátok, akkor megdöntjük a rekordot. Figyelem, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, most! Rajta! M23-as jelentkezzen, mentő egy hívja. 23-as jelentkező hívására. Gázolás történt, 12. kerület alkotású testnevelési egyetem előtt több sérültet jeleznek. 23-as sérültet közelről indult a mentőmotor, szerencsénk van, hamar itt vannak a helyszínen. A nyakrögzítés és a legfontosabb, hogy a nyaki gerinc sérülése esetén nehogy lebénuljon a beteg, azonnal rögzíteni kell a nyakát ezzel a speciális eszközzel. Közben halljuk az esetkocsi szirénáját. Azok, akik ebben részt vettek, itt mögöttem a diákok, részt vettek abban a sikeres rekorddöntésben, ahol 125-en végeztek egyszerre újraélesztést. Ők már tudják, hogy mekkora munka egy embert, egy embertársunkat életben tartani. Nagyon köszönjük a diákoknak, tanáraiknak és minden kollégának, aki ennek a szervezésében részt vett. Egy üzenetet küldtünk most a polgártársainknak, hogy legyünk képesek a segíteni a bajba jutottakon, mert nem csak az a fontos, hogy mit és mennyit eszünk, vagy iszunk, vagy mivel rongáljuk az egészségünket, hanem az, hogy felelősek vagyunk másokért. Úgyhogy nagyon köszönöm a kedves kollégáknak, nagyon köszönöm nektek és a tanítóiknak, tanáraitoknak, úgyhogy ünnepeljük meg együtt ezt a sikert. Köszönöm szépen!